Hare Krishna. Hare Krishna. Megjártunk a kolostort, és hát elvileg és a gyakorlatilag, hogyha valahol van lelki aspektus, akkor az minden a tradícióba egyezik. Itt nagyon eldugott helyen vannak. Ez azt jelenti, hogy és ide nem jártak nők. És ez azt jelenti, hogy hogyha valaki úgy elbújjon a világtól, nagyon messze, mert kinek van kedve minden nap itt járkálni ide-oda, és egyszerű falok, a városok még nagyon messzebb voltak. Ez azt jelenti, hogy azok a személyek csak jöttek ide, akiknek volt kapcsolat Istennel. Másképp, hát, ahogy szokták mondani, halálra lehet unni magát egy ilyen helyen. És mivel volt egy kapcsolat, akkor sőt, akkor még jobb, hogyha valaki eltávolodik a világi zörgéstől, hogy tudjon inkább koncentrálni a lelki dolgokra, Isten kapcsolatára. Ezért így eljöttek ide. Aztán ki az, aki fog dolgozni ingyen egész életében valami három papnak? Van olyan ember? Csak akkor van, amikor látják az emberek, hogy ezek a szerzetesek vagy a papok szentek, hogy nekik van kapcsolat Istennel. Mert amikor valakinek van valódi kapcsolat, akármilyen tradícióhoz tartozik, az egyszerű ember látni fog, tapasztalni. És mivel még 500 év ezelőtt Isten az ember életében természetes volt, ezért az egyszerű emberek tudták, hogy az Isten kapcsolata a legfontosabb, de mi nem vagyunk olyan képzettek, de hogyha mi dolgozunk, ajánljunk szolgálatot a képzett lelki személyeknek, akkor mi is kapunk ugyanolyan lelki eredményt. És ezért jöttek, hajlandók voltak egész életet adni arra, hogy itt dolgozzanak. És akkor jöttek, ők hárman voltak, nagyon intelligensek voltak, lehet látni, hogy a kis országot létrehozták sziklák között, semmi lehetőség nincs élni gyakorlatilag. De először a barlangban voltak, utána elkezdtek építeni, és hogyha valaki tanulmányozza a védikus írásokat, a védikus társadalmat, itt lehet látni, hogy itt működött, mert az emberi társadalom annak van természetes felosztása. Vannak lelki személyek, akik mindenkit tanítanak, és mindenkinek adnak lehetőséget tapasztalni Istennek a jelenlétét, Istennel kapcsolatot. Vannak stratégek, akik tudnak, mondjuk azok, akik adnak a lelki dolgokat, ők adnak még a víziót előre. Amikor a papok, ők már előre tudtak, hogy kell mindennek kinézni és működni, az elveket mondták, hogy igen, a pénz nem szabad. Hogyha bejön a pénz, szét fog esni mindent. Csak jutalmazni lehet mindenféle termékekkel. És ez egy fontos dolog, hogy Krishna völgybe ugyanez az elv. Ott nincsen fizetés, akik ott laknak. Viszont most nem tudnak benzinkúton mézet beváltani Krishna völgyiek, ezért kapnak kézre pénzt, de nem fizetés, hanem ellátmányt. Ilyen fenntartó pénz, mert most, hogyha régen te piacra elmennél mézzel, és hozol haza, amit kell, olajot, bármit, most nem lehet, de nem neveznek pénznek, nem neveznek nálunk ezt fizetésnek, hanem ellátmányt, inkább támogatás. És ez itt működött. És voltak, lehetett látni, itt nagyon jó szervezők is voltak. Nem így volt, hogy a papok itt álltak a falakon és irányították, hogy kell felépíteni. Nem, ők adtak az elveket, adták a víziót, és a munkás között, pont ez a társadalom, amit mesélek, a munkások között, vagy a követők között többféle személy volt, képesítésű. Voltak azok, akik nagyon jól összeszervezték.
mert ez, hogy itt, ez, meg, ez nem úgy van, hogy gyertek, majd valahogy felépítsünk. Itt lehet látni, itt van tudás. Szóval itt voltak kő szakértők, kőfaragó, kőművesek, de voltak stratégok, voltak, akik az építész, mérnökök és szervezők. Voltak olyanok személyek, voltak azok, akik csak mondanak, hogy én nem akarok kitalálni, csak mondjátok, hogy mit csinálok és csinálok. És voltak olyanok. És mivel itt volt lelki atmoszféra, nem tudom ki, egy kicsikét próbálta nyugalomba figyelni, hol vagyunk, amikor már jártunk helyről helyre, akkor lehet érezni, hogy itt akik lakták, főleg az elejétől, hogy ezek a személyek kapcsolatban voltak Istennel. És ezért, és biztos nagyon csodálatos voltak, és vonzóak voltak ezek a papok, másképp nem jön ide, mert ide nem lehet senkit kényszeríteni. Mert bármikor ember mondja, hagyjátok békén, és elsétál, mert ez nem egy börtön, és akkor elmegy innen, és akkor az ahhoz, hogy itt ember maradjon és akarjon, ő, és pénzt nem kap, akkor valamit kapott. Szóval ez egy tényvaló dolgok, hogy nem lehet csak úgy. Szóval és ezért ők érezték, tapasztalták, és látták azt a ragyogás biztos a papokban, és akkor maradták, csinálták gazdagsági dolgokat, ugyanúgy védikus rendszerben is voltak szentek, akiket követték egész falu, akkor ott is kolostorokat ugyanúgy építették egyszerű emberekkel, és hogyha megnézünk iskola, mert ez a papuknak ez a dolga, igen, tudomány, csillagászat, szóval minden, amivel foglalkoztak a papok, hogyha mi most előveszünk a védikus szentírás, ez az ő kötelességük. Lelki, rituáli templom miért van? Mert templomban folyik a rituáli. Azt kell csinálniuk, tanítani mindenféle tudományra gyerekeket, ezt csinálták, oktatni, tanulmányozni a világot, azt csinálták, vizsgáltak a dolgokat, a csillagokat, asztronómia, asztrológia, biztos képzettek voltak ebben is. És megint a védikus írásban olvashatunk, hogy a iskolát úgy is neveznek, hogy gurukula. És kellett menni lelki tanítómesterekhez, gurukhoz, a gyerekeknek tanulni minden nap. És fát kellett gyűjteni. Szóval 5000 év ezelőtt ugyanezt a rendszer működtették, hogy a gyerekek gyűjtöttek fát, lelki tanítómesterhez hozták, és akkor ezért kapták tanítást. Szóval ez is teljesen szép dolog volt. És minden kolostoroknak mindig a gazdagság az alap, másképp kell valamit tenni, és nagyon jó, meg volt szervezve. Hát itt a mennyiségeket hallottunk, hogy mennyi méz volt, mennyi birka volt, olívaolaj, volt kapcsolatok nagy földdel, és ha láttatok, de nem voltak szentimentálisok, mert ez is egy kötelesség, hogy ez az Istenek a birodaloma, meg kell védeni. A szerzetes most erőszakmentes, de hogyha kell megvédeni az Istennek a birodalmát, akkor fegyvert fog kezébe, és akkor meg fog védeni. Nem túl nagy készlet volt itt, de legalább Isten látja, hogy próbálkoznak, akkor ő már beavatkozik, megvédi őket. Igen, és ezért ez egy nagyon szép, nagyon csodálatos hely, hogy teljesen eldugult valahol, úgy, hogy a szigeten is, hogyha, ahogy mentünk, rájön, hogy itt valami van, ez sose lehet. Szóval nagyon el van bújva, el van dugva. Kik voltak törökök, akik jártak, akkor a nagy földre törökök mentek igázni, akkor elmentek onnan, mert ők pusztították a keresztény követőket, akik tradicionális vallás gyakorlók voltak, akkor eljöttek ide, és elbújtak itt. És akkor ilyen csodálatos helyet csinálták, és lehet érezni itt az egész kolostor területen, hogy rá van imádkozva itt. Hogy itt azok a személyek, azok tényleg szívből imádkozták, és itt van lelki energia mai napig, ezt lehet tapasztalni. Ezért
szeretjünk ezt a helyet, ide mindig nagyon jó jönni. A szent ember az bármilyen tradícióban lehet. Az lehet indiai, bár valamelyik tradícióban, lehet Krishna tudatú, lehet keresztény, lehet muzulmán, és mindenhol voltak szentek, és ez egy jó bizonyíték nekünk, egy jó lemondott. Mert mikor csak akkor lehet így élni. Hogyha valaki kipróbálhatja itt sátorozni egy hónapig, el fogunk menekülni, mert kész. Csak akkor, hogyha van Istennel kapcsolat, akkor tudsz így élni, mert akkor ezek nem zavarnak, mert nava-nava rasa dhamani. Védikus írások azt mondják, amikor van valakinek egy megvalósított kapcsolat, akkor nagyon boldog és tapasztalja ezeket a új-új ízeket az Istennek a kapcsolatából, a viszonyukban. Szóval ez a kapcsolat ez nem olyan, hogy mint nálunk két drótot összetekerünk, ez már egy kapcsolat, mert megy az áram. Nem, a igazi kapcsolat viszonyuk, hogy én valamit adok, és ő is valamit ad. Én fogadom, ő is fogad. Ez a viszony. És csak akkor, amikor van ez a megvalósítás, akkor el tud ember így élni. Nem akarok spekulálni, de általában ilyen helyeken, most nem, erről nem beszélek, csak én ismerem olyan kolostorokat, van görög szigeten is egy orosz kolostor, mai napig működő, hogy ott még olyan sziklák, barlangok voltak, és az, aki már lelki szinten volt, mert még ilyen helyről is elment emberektől, és havonta egyszer adták neki kosárba kötelel ennivalót, oda már nem, ő egyszer azt mondták, hogy arra a barlangba bemész, már nem, onnan nem jössz ki. És akkor a riportőről felmentek, és mondta, ott vannak a maradványok, a csontok az előző szenteknek. Mert felmegy oda, ez egy jógi, ez egy jóga. És akkor ő csak meditál Istennel kapcsolatban, igazából ő kilép, és ő lelki világban van igazából. És akkor, amikor teljesen megvalósítja a szeretet megtisztult teljes vége a karmának, akkor csak ott marad a test, és akkor ő megy tovább. Ezek a nagyon nagy szentek, akik erre képesek voltak ezt csinálni. És látjunk, hogy egyszerűk voltak, és alázatosok voltak itteni papok. Műveltek voltak, volt zongora, orgona, templomba, hogyha figyeltétek, most kópik minden, de nagyon törekedték, hogy Isten házat építenek, és próbáltak maximálisan szépíteni. Mohan Prabhuval beszéltünk egy kicsit, hogy legjobb köveket, márványt, ez mennyi munka volt, szóval mennyi kell, hogy hit, megvalósítás legyen, hogy legjobb dolgokat túl nehéz, ez egy túl nehéz, túl nem gazdagságos, túl nem praktikus, hogy ide cipelni dolgokat és itt csinálni. Mert hogyha nem lenne kapcsolat Istennel, akkor itteni csak ilyen kis, tudjátok, ilyen sicsúgy, összerakjunk, jó legyen, ilyen kis, úgy mondjuk paraszt módjára. Nem, ők tudták, hogy Isten háza, Isten palotának kell a legjobb dolgokat. És törekedtek, és ezért ebből lehet látni, hogy ez nem csak egy ilyen kis káfé budabár volt, ahol csak ilyen szórakozás volt, hanem itt lelki személyek éltek, és azok, akik dolgoztak, hálásak voltak. Másképp nem dolgoznának. Bármikor elmész, mert téged semmit nem fog itt. És az alázatosságot azt is mutatja, hogy ők nem gondolták, hogy ők nagy papok is kihasználnak, visszaélnek a 30 munkással, mert ugyanabban a sírban voltak temetve együtt. Ez mutatja, hogy egyszerű személyek voltak, de ahogy mondtam, hogy van a társadalmi természetes felosztás, és itt működött ez a társadalmi felosztás, és volt egy harmóniás egyensúly. Másképp 500 éven keresztül hogy működne egy ilyen dolog? És csak fejlődött, és fejlődött, és fejlődött. Amennyire hallottam, mikor itt voltunk, hogy az utolsó szerzetes, akkor már anyagi energia hatás alá volt jobban, már elkezdte dohányozni, már egy kicsit több világi dolgokkal kezd érdeklődni, és ekkor kezdett beborulni
a sötét energiával, és vége lett az egésznek. Hogyha ő még tiszta lett volna, akkor ez még tovább folytatott, de hát itt ebben a világban meg ilyen szent helyeknek a követők is degradálnak így generációkkal által. És akkor így vége lett, de a bizonyítékunk itt vannak. Lelki dolgok, hogy itt vagyunk egy szigeten, és itt van egy lelki, igazi lelki, szent hely. Oké, okay, pihente mindenki? Mehetünk vissza, köszönjük szépen. Hare Krishna.